szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, kint csodaszépen süt a nap. Ja, itt van a Davis is, arra nézzél, látod, szépen süt kint a nap. Éppen készülődünk, úgyis nem mással fogunk elmenni, mint a SeaWorld-be. Hogyha nem tudod, mi az a SeaWorld, az egy ilyen vidám park-szerű park. Ja, vannak ott ilyen vízi állatok, delfinek, cápák, mindenféle fajta, vannak csúszdák, vannak hullámvasutok, úgyhogy oda fogunk elmenni. Jelenleg készülődünk, legalábbis a Davisnek még kell ebédelni, egyébként nemrég ébredt fel. Mi már megebédeltünk. A Lucas meg... Mit csinál Lucas? Már nézzük, mit csinál Lucas, várja. Na, mi a helyzet? Most végezem a könyvet. Most végezem a könyvet. Elolvastad az egészet? Ja. Nagyon ügyes voltál. Amúgy a Lucas elköltözött. Mármint nem tőlünk költözött el, hanem a... Mutatom. Látod, mi hiányzik Annét? A számítógépes asztal hiányzik onnét. Ugyanis kiköltözött, megmutatom, hogy hova költözött, várja. Ide költözött, nézd ide, a konyhába költözött. Ott a én asztalom, itt még az ő asztala. Úgyhogy most mindenki itt van a konyhában. Legalábbis, hogyha kint számítógépezik a Lucas, vagy valamit néz, akkor is itt van mi velünk. Jaj, nyuszit, olyan nehéz vagy már te. Úgyhogy, amit elkészült a feleségem, a Davis megebédel. Ja, amúgy van el lesz vágva a haja, ollóval. Legalább egy kicsit idejét az elem, majd megpróbálkozunk vele egy kicsit később levágni. Tehát amit elkészültünk, indulunk! Na, hát most vagy, most ébredtél fel. Ugye én is most ébredtem fel. Majdnem 11 óra van, nem azért. Davis elment aludni, meg én is elmentem aludni. Ugyanis még mindig nem vagyok 100%, korán keltem meg minden. Ja. Úgyhogy én is egy kicsit el bóbiskoltam. Na minden? Beleltünk az autóba, a nap még mindig szépen süt. Amúgy esőzés mondott már, legalábbis délután azt mondta, kezd felősödni, jön egy nagy eső. Reméljük, hogy nem fog ide érni, talán majd estére, vagy holnapra. De mára legalább nem, reméljük, hogy nem lesz. Legalábbis délutára. Megérkeztünk oda rész, valóban meg is parkírozunk ide, jó messze, mindenkit, hogy ott van a bejárat, látod? Nem, ott van a bejárat, veszlek hülyéket, ott van a bejárat. Amúgy ott most bemegyünk, a túloldalt meg van a SeaWorld-nek a szállodája. Ahol meg lehet szállni, hogyha ide jössz és... Na mindegy, ilyen parkos szálloda. De most kivesszük a babakocsit, készen vagy? Ja. És elindulunk, besétálunk, aztán körbenézünk, hogy mit nézzük meg először, nem tudom, ugyanis nem voltam már egy jó pár éve. Úgyhogy ma meglátjuk. Na, menjünk! Még a delfineknél, ez nem a műsor, ez csak itt úszkálnak, a víz alatt vala, ott. Ott van, látod, ott jött ki. Mit? Mikor kiugrik? Mikor kiugrik? Hát most nem hiszem, hogy kiugrik, most csak megy körbe-körbe. Nem is látom. Ott jön, látod, nézd, mindjárt jön ide. Ott. És puh. Ez most így nem ugrik ki, ez ilyen pici víz. Mindjárt kezdődik a műsor egy 20 perc. Nézd, jönnek kifelé, látod? Oda nézzél. Amit be lehet menni, meg lehet őket simogatni. Csak be kell jelentkezni, úgy simán nem tudsz bemenni. De akarod őket simogatni? Nézd, kijöttek, látod? Kérnek kaját. Látod, hogy mit csinálnak? Mit csinálnak? Hát ezek rámásznak egymással. Lucas elment ilyen fagyis valamiért. Na mi helyzet, nyuszi, mi? Hogy élvezed? Látod a delfineket, mi? Na, megvárjuk még a Lucas meg a Mami sorválnak, aztán utána elmegyünk és megnézzünk valószínűleg valamelyik műsort. Vagy felülünk valamelyik hullámvasútra, mi? Mit szólsz hozzá?
Hi. Megjöttünk a gyerek részre, ezt való a Davisnek, vagy még lehet, hogy neki se ilyen gyerek hullámvasút, vagy mik vannak. Nem is hullámvasút, van itt ilyen motor, van itt mindenféle fajta ilyen gyerekes dolog. Látod, mi az? Lukasz, mi az az a narancsága, ami ott pörög körbe-körbe? Aztán a nagyobb hullámvasútak ott vannak ám ott hátul, majd oda is el fogunk menni. Na, azt hiszem, hogy lekéstük a Delfinsot, de majd a következőt megnézzük, vagy legközelebb. Ugyanis van egy nap többször, csak közben. Ja, Davis úgy döntött, hogy rálunk az egyik ilyen erre a pacira. Meg a Lukasz addig ezt a jégkrémes valamit. Na mindegy, úgyhogy megyünk tovább. Jó? Te! Lefényképeztük magunkat a tirinzsával, közben lekakilt a madár. Úgyhogy most le kell törölni magam itt a... Itt! Lát! Ott! Kakis lettem. Lukasz, téged nem kakit le a madár? Ott van a tirinzsa, látod? Azzal fényképeztük magunkat. Hol vagyunk? Itt egy nagy polip, meg mindenféle fajta ilyen állat. Már nem igazi állat. És itt körbe lehet sétálni egyet. Arra nézd, ez még milyen egy nagy állat. De... Na, mindjárt kezdődik a műsor, ez a kaszkadőr, ez a jetskiznek, meg ugratnak. Oda el kell menni a túloldalra, most itt készülődnek. Egy 5 perc aztán kezdődik, most oda tartunk. Aztán megnézzük őket, hogy mit csinálnak. Most elmegyünk megnézni a pingvineket, ugye? Ide be kell menni a sötétbe. Pingvin! A pingvinek nem lesznek szabadon, úgyhogy nem lehet őket megsimogatni. Emlékszel rá, mikor utoljára itt voltál? Ja? Nagyon sötét. Ja, kicsit sötét van. Nézd, ott úszkálnak szembe. Nézd a pingvineket. Hát ez? Tudod, mi van itt? Hideg. Komolyan mondom, mindjárt meg vagy. Ja, azért mert esik a hó. Fejlődünk a felső részét, meg lehet őket nézni. Na, meg what's going on? Lukasz, onnan nézzél, látod azokat a pelikánokat? Milyen nagyok te! Meg ott is van, ott lent egy pár. Össze-vissza mindenhol. Amúgy most megy nem máshol, mint a cápákat fogjuk használni, hogy megnézni. Hogy tetszettek a pingvinek? Jó! Jók voltak? Aztán megnéztünk, milyen tudom, megyünk erre a hullámvasútra is, azt hiszem. De a vizes részre nem megyünk, mert nem vizes, azért mert hideg meg is. Amíg jön a helikopter, lehet repülni, be kell arra fizetni, és körbe visznek. Azt függ, mennyit fizet, minél többet fizetsz, annál többet repülhetsz. Most jön a helikopter mögöttem, mindjárt leszáll, hallod? Hol? Mutatom. Erre a storm, erre a hullámvasútra, és ez vizes volt. Én nem tudtam, hogy vizes lesz, és eláztam. Mi van, Lukasz? Vizes lettél? Ja. Hajat mostál, vagy mi van? Te tiszta vizaruhát, hova mész? Ezzel lettünk vizesek, látod? Pedig nem is vizesnek néz ki, mert felmegy a levegőbe, meg lemegy, de amit lemegy, belesik a vízbe.
Ja, ez vizesnek néz ki, csak nem is ezen mentünk. De ha mentünk, abban nem is vizes veszünk. Akkor vettünk még. Ja, abban nagyban. Na, megnézzük a halakat. Nem a halakat, hanem ezeket a stingray-eket. Oda nézzem. Oda nézzél. Ó, te úgy csúszik, mint a fere. Fogd meg! Érezted, milyen csúha csúszott? Megfogtad? Nem fogtad meg? Csúszik! Nem akar! Nézd, itt van a jeges moci. Nézd, jön mi felénk. Amúgy itt állunk fönn, nem tudunk oda lemenni hozzá. Ha lemész oda túloldal, az üveg, amiből meg tudod nézni. Mert ez milyen szép nagy. Nincsen melege szerinted? Én nem tudom. Szerintem lehet, hogy az van neki. Na mindegy, megnézzük most, mit néz, megyünk tovább. Lukasz, hova mész? Nézd, azon mentünk az előbb, látod? Mi van, beesel oda a kertesbe, vagy mit csinálsz? Az előbb azon mentünk, azon a hullámosra megálltunk. Aztán itt van ez a 3D-s film, ja? Meg akarod nézni? Előbb sétálunk tovább. Előbb sétálunk tovább, aztán visszajövünk, jó? Na menjünk. Oda akarsz menni? Majd visszajövünk. Gyere, menjünk, nézd meg a cápákat. Ha. Ez itt a tengeri csillag, meg a tengeri uborka. Egy ujjal meg lehet őket csinálni. Hey, it feels slimy. See, that's one on top! Azt mondja, felesen, hogy csúszik. Touch it! Like, it's come on, experience something. Egy kicsit csúszos, oda nézzük. No, this is rough. That is very slimy! Yeah, this one's rough. Feel that one. Oda nézzük. Ah, ez olyan kemény. Látod? Kemény. Ott vannak valak, halak is benne. Itt van mindenféle fajta dolog. Elektőket simogatni, a cápák meg ott vannak benn, abban a vízben, látod? Ott lehet benn velük puszkálni. Mindjárt megyünk el, megnézzük őket. Te! Hát ilyet se látunk még igazi mermaidet, mi Lukasz? Azt gondolta a mermaid lányokat, mi? Ja! De mik vannak itt a szívőben, komolyan mondom. Menjünk tovább, itt vannak. Ami van bent több is, nagyon nem lehet őket látni, mert elúsznak oda hátul a részére. De ott is van egy. Még az nem olyan nagyon nagy. De Lukasz, nem hiszel, hogy azok igazi mermédek voltak? De! Hát de miért nem? Hát de... Én nem értem, ott vannak a szemed előtt, látod őket, ott úszik el, és nem hiszel, hogy igaziak. Én nem értem. Ah, megnéztük mindent, megyünk kifelé, oda nézzél. Azt nem tudom, hogy hova értünk ki. A vizes része amúgy a strand része lehet, hogy majd itt zárva van, nem tudom, nem láttam sok embert fürdőruhában rohangálni. De mindjárt megnézzük. Nézd, itt egy kastély, látod, megyünk hátrafele. A strand része, amúgy le van zárva. Úgyhogy a sétálunk egyet, aztán nem tudom, hogy még mit csinálunk. Kimegyünk most egyelőre ide a végére. A delfin show nem tudom, mikor kezdik, aztán egy óra múlva, vagy nézd, mi van ott. Na, milyen ez a popcorn? Jó! Adsz egy kicsit? Adj egy kicsit. Utána hova akarsz menni? Fel akarsz utána menni oda a várba? Vagy mi a franc az ott? Jó, szembe oda fel lehet menni. Lehet rohangálni. Most meg lehet lőni az embereket ilyen vízipuskával. Ugye a strand itt van mögöttünk. Hogy látjátok, és zárva. Ott az a csúszda is. Amúgy a Wet'n'Wild itt van, ott a Movie mellett, ott fönt. Na mire? Az itt van az a nagy strand rész. Ez nincs itt, nem tudom, hogy miért. Megeszik a popcornot, aztán megyünk tovább. Ha megyünk felfelé, ide ebben a nagy várba, vagy mi a fel... Mi ez csinál, amúgy? Én nem tudom. Én sem tudom, innen felmászom, aztán nézzük, mi van aztán. Oda fel, itt vannak ilyen, át lehet mászni minden fel... De mindjárt esik az eső. De... Meg fogunk ázni. Na, oda nézzük, felérkeztünk. Á, yes, olyan nagy! Na, lehet látni itt a vizet, mindjárt esik az eső. Oj, te. Na, merre megyünk, erre vagy arra? De miért pont arra? Azért, mert nem tudok itt átmászni. Aj, te! Jövök én is, aj, te! Jaj! De szerintem ezt nem nekem találták ki. Oda nem, hogy már én lemásszak. Gyere ki szerintem.
Oda. És ide hogy? Én ott nem... ott egy csúszda. Én ott nem csúszok. Mit? Itt kell. Ott kell. Na mennyi. Jövök te. Mindig ilyen szépen. Nem férek ki. Nem tudsz lemenni. Nem. Visszajövünk erre. Jaj te. Gyere, erre megyünk. Jó. Vissza oda fölmászni. Nem lefele. Nem le... Nem ott. Én ott nem férek át. Te menj felfelé. Menjünk a másik irányba. Menjünk. Menjünk. Mindig vegyek kifele, amíg itt van a szálloda. Látod a szívednek a... Hogyha látod. Itt. Hol ott lent ott? Miért nem arra megyünk? Nem arra menjünk. Gyere, menjünk a másik irányba. Én is át tudok mászni. Na nézzél meg, aztán gyere vissza. És mi van ideírva? Ezt nem mások látták ki, mint 4-től 12 éves korig. Te, hát ezt nem nekem találták ki. Én nem vagyok abba a kategóriába már. Kizzam! Ha ja, 4-től 10, na minden. Mi? Én megyek. Vagy erre menjünk. Erre? Na most én pont itt nem fog. Na majd átférjék én is. Na mennyi? Szedd a lábodat, szedd a lábodat. Megyek a kötőre. Ja, próbálj meg nem kapaszkodni, és olyan, mint a... Jaj! Kell kapaszkodni, és nem kapaszkodsz leesse. Mert nem esel le, de... Na... Mitől félsz? Leesse? Jó! Nem fog leesni, menjél már hát! Én mozog mind a fene, amúgy alattunk meg tudod mi van. Ne rázgass, mert el fog esni. Visszamászunk, aztán elmegyünk, és megnézzük, hogy hol van a felesége, meg hol van a Davis. Ja, nem találjuk meg egymást. De erre van a kijárat. Én azt hiszem, nem jó felé megyünk, itt elvesztünk. Halló? Delfin show kezdődik, pontosan mikor? 20 perc. 20 perc. Itt ülünk fent. A feleségemmel a Davis-szel, és az emberek most már kezdenek jönni, látod befelé? És itt lesz majd valahol. Valóban a vízben lesz, máshol nem lehet, ugye a Delfin show. Davis az, hogy remélem, hogy kibírja. Meg remélem, hogy nem fog megeredni az eső, ugyanis annél, hogy felőr nagyon-nagyon jön. És a Seaworldnek a kijárata, vagy a bejárata ott van arra felé. Egy olyan 10-15 perc zsaloglás, onnét az autó még egy másik olyan pár perc, 5 perc, 10 perc zsaloglás, úgyhogy nagyon meg fogunk akkor állni, hogyha idén ez a nagy eső. Ott mögöttünk jön. Mindenki végeztünk a Seaworldbe, a Davis előtt, kb. 5-10 perc ezelőtt. Lucas ott váltunk. Hogy élvezted? Mi? Jó volt? Ja. Melyik volt a kedvenced? Melyik én tetsz? Mondtam, a Storm volt. Az a hullámosról vizesek lettünk? Hát az rettentő jó volt, nekem is nagyon tetszett. Ami jó volt, a legközelebb lefilmezem nektek, ugyanis elhozom a szemeget, felteszem, és a szemegen keresztül lehet, hogy nem lehet biztos, hogy látjátok, mert nem kellett levenni a szemeget, képzel, nem tudom, hogy miért, senki nem szólt érte a napszövegemért. Úgyhogy legközelebb felveszem, lefilmezem nektek. Na minden, most megyünk, nem máshol megyünk, mint valami gyorsan eszünk, azt hiszem. Mert korai ebéd volt, és mindenki éhes, bent nem ettünk semmit se. Amúgy bent ugye szokás szerint, nem is erre kell menni, bent szokás szerint minden jóval többbe kerül, minden étel, ital, mindenféle fajta dolog, de ugye az megszokott dolog. Úgyhogy most meg kell keresni a kijáratot, legközelebb pedig nem máshol megyünk, mint a Movie World-be valószínű, vagy a Wet'n'Wild-ba. Attól függ, hogy milyen idő lesz. Ha jó idő lesz és lehet strandolni, akkor oda megyünk, ha nem, akkor Movie World-be megyünk. Na várjál, bukkanom. Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok, a Davis kiborult. Elfáradt. Mi? Nyuszi, mi történt? Ja, ennyire fáradt vagy? Te? Amúgy le lett vágva, nem tudom, hogy látod-e vagy nem, de csak így az eleje. Csak itt, hogy ne lógjon a szemébe. Hol a fejed? Itt a fejed. Itt. Le lett vágva, hogy ne lógjon a szemébe a haja. Máshol nem lehetett levágni, és hárman fogtuk, hogy legalább itt le lehessen csípni a haját vonóval. Úgyhogy most nem más fogunk csinálni, mint nem is amit fogunk csinálni. Miközben ott maradt a szüleimnél, ugye megkezdődött a tavaszi szünet. Itt a Seaworldbe próbáltam mindent lefilmet, nem minden, de jó sok mindent, amit csak tudtam, vagy akartam, vagy nem akartam, gondoltam. Ugyanis filmeztettem volna ugye végig, mert oda mentünk, nem is olyan 11 óra után, és 4 óra körül jöttünk el valamikor. Aztán felét nem is láttuk. Úgyhogy majd legközelebb. Majd filmezek nektek még ott, hogyha valakit érdekel. Aztán mit akartam még mondani? Nem tudom, majd most már biztos nem akartam. Na minden! Ugye ezt a videót most befejezem, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni. Attól függ, hogy mikor nézik, hogy azt szoktam mondani. Sziasztok!